Sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ez a videó elsősorban kezdő angoltanulóknak szól. 25 nagyon hasznos és nagyon egyszerű alapmondatot szeretnék neked megmutatni külföldre. Ha érdekel téged az önálló angoltanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd megszerezni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningemre. És akkor vágjunk is bele a mai témába, tehát ebben a videóban 25 rövid és egyszerű angol mondatot szeretnék bemutatni kezdőknek, amelyeket nagyon könnyedén használhatsz bármilyen kommunikációs szituációban, külföldön, ha éppen nyaralsz, vagy akkor is, ha éppen dolgozol. Lent, ha lejjebb görgetsz, a videó leírásában meg fogod találni valamennyi példamondatot. Úgy tanulhatod meg a legeslegegyszerűbben ezeket a mondatokat, hogyha hangosan, igen, tehát nem magadban, hanem hangosan kiejted őket legalább 5-ször, tehát 5 alkalommal. És akkor vágjunk is bele a mondatokba. Az első és a legfontosabb mondat, thank you so much, thank you so much, vagyis hálásan köszönöm. Ha bármikor valakinek meg szeretnél köszönni valamit külföldön, ha éppen mondjuk kérdeztél tőle valamit, mert találod ezt és ezt a múzeumot, és ő útba igazítod, akkor erre azt válaszolod neki, hogy thank you so much. Ha konkrétabban szeretnél valamit megköszönni, tehát nem általánosságban, hanem konkrétan valamilyen segítséget vagy tanácsot, ezt is meg tudod tenni, egyszerűen a for szócskát mögé teszed, tehát azt fogod mondani például, hogy thank you so much for your help. Hálásan köszönöm a segítségedet. A második számú mondat, I really appreciate it. I really appreciate it. Ezt nagyra értékelem. Például mondjuk valakinek az előző példánál maradva, valakinek a segítségét szeretnéd ilyen módon megköszönni, akkor azt mondod, hogy I really appreciate your help, igazán nagyra értékelem a segítségedet. És hogyha nagyon-nagyon udvariasan szeretnél valakinek köszönetet mondani, akkor összekombinálhatod az egyes és a kettes mondatot, tehát azt mondod, hogy thank you so much for your help, I really appreciate it. Nagyon köszönöm a segítségedet, igazán nagyra értékelem. Harmadik mondat, excuse me. Excuse me, ami azt jelenti, hogy elnézést. Például, ha meg akarod kérdezni, hogy merre van a legközelebbi metró megálló, akkor azt mondod, hogy excuse me, do you know where the underground is? Excuse me, do you know where the underground is? Elnézést, meg tudnál mondani, merre van a metró. Negyedik számú mondat, I'm sorry. I'm sorry, ugye ami azt jelenti, hogy bocsánat, tehát valamiért bocsánatot, elnézést kérsz. Vagy itt is, hogyha konkrétabban szeretnél bocsánatot kérni, akkor azt mondod, I'm sorry for the mess. Sajnálom, bocsánat a rendetlenségért például. Ötödik számú mondat, what do you think? What do you think? Mit gondolsz? Mi a véleményed? Tehát ezt akkor mondod, hogyha egy másik ember véleményét, egy barátod vagy egy kollégát véleményét szeretnéd kikérni valamilyen ügyben vagy témában. Mikor elmondja a véleményét valamiről, akkor erre azt mondhatod, ha neked ez tetszik ez a dolog, hogy that sounds great. That sounds great. Ez remekül hangzik, ha nagyon-nagyon tetszik neked az ő ötlete vagy javaslata. Hetedik mondat, és ez az egyik legfontosabb mondat, I'm learning the English. I'm learning the English. Éppen tanulom az angolt. Ezzel a mondat, miért fontos ez a mondat? Ezzel a mondattal felhívod a másik fél figyelmét, és egyértelművé teszed, hogy te még nem vagy anyanyelvi szinten, vagy nem vagy egy nagyon magas szinten. Éppen most dolgozol azon, hogy elsajátítsd a nyelvet, ezért a másik fél, a külföldi fél érteni fogja ebből a mondatból, hogy egy kicsit lassabb, arra kéred ezzel, hogy egy kicsit lassabban beszéljen, és vagy egyszerűbb kifejezéseket használjon. A következő mondat ugyanezen a nyomvonalon halad, de egy kicsit egyértelműbbé teszi, hogy nem érted, hogy mire gondol a másik. I don't understand. I don't understand. Nem értem, nem értelek.
9-es számú mondat. Ugye megkérjük, hogy mivel elmondtuk, hogy nem értjük azt, amire az illető gondolt, vagy mondott, megkérjük, hogy mondja ezt még egyszer. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Megismételni kérem? Vagy could you please talk slower? Could you please talk slower? Tudna lassabban beszélni? Kérem. Ugye szintén nagyon udvariasan megkérjük, hogy egy kicsit vegyen vissza a tempón. 11. mondat. Thank you, that helps a lot. Thank you, that helps a lot. Köszönöm, ez sokat segít. Tehát, hogyha ő is mondjuk partner ebben a dologban, és elkezdett hozzád lassan beszélni, akkor megköszönjük az ez irányú segítségét. Ha még mindig nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy mire is gondolt az illető, akkor azt mondhatjuk neki, What does this mean? What does this mean? Mit jelent ez? Ha például egy új szót, vagy számodra ismeretlen kifejezést hallasz. Vagy még konkrétabban, What do you mean? What do you mean? Hogy érted? Tehát ha nem vagy teljesen tisztában, hogy hogyan is érti az előző mondatát, vagy gondolatát a másik fél. Bemutatkozás. Egy nagyon egyszerű és rövid mondatot szeretnék neked megmutatni. Hi, I'm Tamás, and you? Hi, I'm Tamás, and you? Tehát szia, engem Tamásnak hívnak, és téged? Ugye ez egyáltalán nem udvarias, mindenféle udvariassági formulát nélkülöz, de ha mondjuk be akarsz ismerkedni valakivel, egy kollégával az új munkahelyeden, akkor aki melletted ül, tegyük fel, vagy melletted dolgozik, akkor ezzel a mondattal, a saját neveddel nagyon egyszerűen bemutatkozhatsz neki, tehát ez egy kötetlenebb bemutatkozás. Miután ő is bemutatkozott, jön a következő mondat, Nice to meet you. Nice to meet you. Örülök, hogy találkoztunk. És miután ez megvan, még egy pár dolgot megkérdezhetsz tőle, legyen ez az illető egy új kolléga, vagy például valaki, aki az idegenvezető buszon, tehát a városnézés közben a buszon éppen mellét került. Where are you from? Where are you from? Honnan jössz? What do you do? What do you do? Mi a foglalkozásod? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Mit szeretsz csinálni a szabadidődben? És hogyha ez a beszélgetés nagyon jól halad, és szeretnél azzal az illető kollégával vagy külföldi ismerőssel még a későbbiekben esetleg újra beszélgetni vagy találkozni, egy borzasztó hasznos és egyszerű mondatot szeretnék neked mutatni. Tehát ha úgy döntesz, hogy szeretnél kapcsolatban maradni az illetővel, egyszerűen annyit mondasz, vagy annyit kérdezel tőle, Are you on Facebook? Are you on Facebook? Fent vagy a Facebookon? Most, ha az illető fent van, és ugye természetesen fent van, mert szinte mindenki fent van, akkor ő pontosan érteni fogja a te szándékodat, hogy szeretnél egy kapcsolatot köztetek, és valószínűleg meg fogja adni az ő nevét, vagy le fogja írni neked a nevét, ami alapján te könnyedén be tudod jelölni. Hogyha ügyfélszolgálaton szeretnél dolgozni külföldön, vagy ha esetleg szeretnél útba igazítani valakit, aki azt látod, hogy éppen tanástanul áll, erre szolgál a következő 24-es mondat. How can I help you? How can I help you? Miben segíthetek? Hogyan tudnék segíteni? Tehát ez elsősorban egy ügyfélszolgálatosok számára szinte kötelező mondat, de hogyha te egy olyan pozícióban dolgozol, ahol neked kell felvenned a telefont, akkor ez szintén tulajdonképpen egy kötelező, hogy ezzel indítsd a beszélgetést. De tulajdonképpen még ezelőtt be is mutatkozhatsz, például azt mondod, hogy Hello, this is Tibor, how can I help you? Üdv, itt Tibor beszél, miben segíthetek. És az utolsó, a 25-ös mondat, amikor egy időpontot szeretnénk konkretizálni, arra kérdezünk rá, What time is? Tehát what time is? Ekkor ugye valamivel folytathatjuk ezt a rövid mondatot, tehát például azt kérdezed, hogy What time is the dinner? Mikor lesz a vacsora? Vagy What time is our meeting on Wednesday? Mikor lesz a megbeszélésünk szerdán?
Jó? Tehát, hogyha bármikor egy időpontra szeretné rákérdezni az idegenvezetőtől, vagy a főnököttől, egyszerűen azt mondod, hogy what time is, és utána konkretizálod, hogy mire is szeretné rákérdezni. Most köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezeket a mondatokat, és segítik majd a munkádat, vagy az életedet külföldön. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!